is lenne. Köszönöm. 2 perces felszólása következik, Róna Székiné Keresztes Mónika képviselőasszony, Fidesz képviselőcsoport. Mint ahogy hangsúlyoztam, hogy a családpolitika nem jelent automatikus ingyenességet, ezt szeretnénk leszögezni, hiszen a mi politikánk nem erre épül, hanem arra, hogy azok a pénzek olyan célokra menjenek, és legális, átlátható, tiszta vonalon, ami tényleg valóban a fejlesztést segíti. Az, hogy a bölcsödéket bővítjük, és nem csak azt jelenti, hogy a férőhelyeket, hanem a színvonalát. Tehát ezek a bölcsödék, az állami, az önkormányzati fenntartású bölcsödék is már biztosítják a különböző dietetikai igényeket is, hiszen a laktóz, a fruktózmentes, vagy pedig a lisztérzékeny gyermekeknek az ellátását, a cukorbeteg gyermekeknek az ellátását is támogatja, és a szülők ezt szívesen honorálják. Amiről beszélünk, az egy meglévő térítési díj, átlagosan, ahogy említettem, 9000 forint. Ez a legalsóbb fizetősi kategóriánál 450 forintos nyersanyag normatívát jelent. Mondja meg nekem valaki, legyen szíves, hogy 450 forintért mit tud venni a gyereknek egy nap. Tehát ezért a pénzért ő ellátást kap. A különbözet, amivel most emelkedik, az 500 forint. Erről beszélünk. Erről beszélnek önök, hogy megcsapoljuk a családokat, lehetetlen helyzetbe sodorjuk. A 100 000 forintos egyfőre jutó keresetnél van 25 000 forintos térítési díj, és azért is megkap mindent a kisgyermek, gondozás és étkezést, gyümölcsöt, vitamint és mi egyebet. Tehát nagyon vigyázunk, amikor erről beszélünk, mert ebből az összegből először is, akik nagyon rászorultak, nem kell fizetniük, és azért azt meg mindenki tegye a szívére a kezét, hogy egy nap az a bizonyos középosztály mit vesz még meg emellett a gyermekének, és a gyerekek azért válogatósak is tudnak lenni. Megeszi az óvodában, amit ő ott kap, akkor azzal teljesen el van látva. Köszönöm. Tessék? Bölcsödében, bocsánat. Igen. Köszönöm, képviselő asszony.